Az ellenőrzéseink során 20 esetben tártunk fel hiányosságot. Ez jellemzően egyfajta hiányosság volt, a buszmegállókban eltávolították, illetve nem helyezték ki a dohányzást tiltó kerüléseket. A helyettes megyei tiszti főorvos ismertette az elmúlt egy hét tapasztalatait a Győr Plusz stábjának. A nem dohányzók védelmében indított kéthetes átfogó országos ellenőrzés sorozat lassan a végéhez ér, és eddig csak egy esetben róttak ki bírságot. Az első hét tapasztalatai jellemzően kedvezőnek minősíthetők. Közterületeken, vendéglátóipari egységekben, egészségügyi szolgáltatóknál, közösségi helyeken folytattunk ellenőrzéseket, összesen több mint 260-at a megyében. Ezek során hiányosság csak közterületen a buszmegállókban merült fel, ott is jelölési hiányosságok voltak. Alapvetően úgy néz ki, hogy mindenki betartja a nem dohányzók védelméről szóló törvény előírásait. Az összehangolt vizsgálatok március 3-áig tartanak. A kampányszerű akció során nem csak hétköznap munkaidőben vizsgálódnak, hanem akár éjszakánként is megjelenhetnek az ellenőrök. Az ellenőrzéseken a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársai vesznek részt, és együttműködnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a területi közterületfelügyelet munkatársaival, tehát közös ellenőrzéseket is folytatunk. Ezek munkaidőben és munkaidőn túli ellenőrzések is. Az ellenőrző sorozat a felénél tart, a hátralévő időben pedig körülbelül ugyanennyi ellenőrzésre számíthatnak az érintettek.